Excellenciás érsek, atya, főtisztendő pap testvérek, Krisztusban kedves testvérek, minnyájan. Nemzeteinket és országainkat legtöbbször nem csak a geográfiai adottságok, a történelmi és kulturális örökségek kötik össze, hanem sok nemzettel a közös krisztusi hit is, és azok a szentek, akik hozzájárultak népeink keresztény értékrendben való növekedéséhez. A szekularizáció térhódítása, a keresztény önfeladás és egy külső, meglehetősen erőszakos vallási térhódítás következtében ezek az értékek ma veszélybe kerültek. Pedig ezeket nem veszíthetjük el, mert félő, hogy nélkülük a jövőnk is szerte foszlik. A szentek a világegyház közös kincsei. Vannak szép számban olyanok, akiknek a nemzeti hovatartozása szinte feledésbe is merült, mert annyira magukénak érzik őket a különböző népek. Ők fogják össze az egyház nagy családjában a világ különböző népeit. Viszont minden nép számára nagyon fontosak a saját szentjeik, hiszen ők növelik az adott nemzet vallási erejét és a Krisztusban való elkötelezettségüket. De ha ezek az szentek életük folyamán több nemzethez is kötődtek, akkor ők alkalmasak arra is, hogy ezen országok között szorosabbra fűzzék a testvéri kapcsolatokat. Ilyen német és magyar viszonylatban Szent Erzsébet és a mai nap szentje Boldog Gizella is. Mi magyarok hálás szívvel emlékezünk Boldog Gizellára, mint első királyunk Szent István feleségére, aki rendkívüli mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a krisztusi hit gyökeret eresszen a magyar nép szívében. Mint feleség, mint édesanya, mint királyné, lelkületével és mély hitével sokat tett azért, hogy e királyi családból a szentek egész sora származzék az évszázadok során. A rómaiakhoz írt levélből tudjuk, ha szent a gyökér, szentek az ágak is. Ez a kinyilatkoztatott igazság István és Gizella életében gazdagon beigazolódott. De jó lenne, ha a mai édesapák és édesanyák is tudatában lennének ennek az életet formáló igazságnak. Kétségbe ejtő néha hallani a fiataloktól, hogy életvitele miatt nem tud felnézni az apjára vagy az anyjára, sőt, talán meg is veti őket érte. Talál-e az ilyen gyermek olyan felnőttet, akihez igazíthatja életét, erkölcsi értékrendjét? Pedig ezekért a gyermekekért valaki felelős. Boldog Gizelláról joggal feltételezhetjük, hogy nem csak példaképe volt gyermekeinek, hanem a család imádkozó lelke is volt ő. Közvetett módon férje és gyermekei életvitele is bizonyítja, de az is, hogy férje halála után a szerzetesi életformát választotta. Mint özvegy királyné, ő is élhette volna a gazdagok életét, de ő a visszavonult, egyszerű szerzetesi életet kívánta, amelynek meghatározó eleme a szüntelen imádság. Nemigen merült volna fel benne az ilyen élet utáni vágyódás, ha korábban, mint feleség és anya, nem így élt volna. Már itt Veszprémben is ezt az életformát élhette a szerzetesnők közösségében,
amikor férje az ország dolgaival volt elfoglalva. Kedves testvérek, a szentek arra hívják fel minnyájunk figyelmét, hogy egyházunk alapítója Jézus Krisztus az élet szentséget jelölte meg elérendő célul az őt követők számára. A szentek arra is rávilágítanak saját példájukkal, hogy egy cél elérése lehetséges mindenki számára. Sajnos a keresztények között is sokan úgy gondolják, hogy ez csak kevesek számára járható út, lehetséges életpélda. A nem mélyen vallásosak pedig egyenesen azt gondolják, hogy az csak jámbor képzelgés, hogy szenté lehet válni. Pedig a szenté válás minden ember számára az egyetlen értelmes életcél. Ez a cél egyáltalán nem idegen a nem hívő embertől sem, hiszen emberi természetünk alapvető vágya a jóság, a szépség, az igazság keresése. A szeretet pedig, kétséget kizáróan, minden ember egyetemes vágya. Ezek a nem vallásos emberek életében is felmerülő lelki igények azért vannak, mert minnyájan Isten teremtményei vagyunk, aki a szívünkbe ültette ezeket a vágyakat. Ezért hangzik minnyájunk felé a hívás, legyetek szentek, mert Isten a ti mennyei atyátok szent. Az életszentség tehát lehetséges életcél, mind a férfiak, mind a nők számára, bármilyen életkorban és bármilyen életállapotban. Az Isten élet ajándékát és az életszentségre való meghívást a keresztségben nyertük el. Feladatunk, hogy ezt megvalósítsuk életünk folyamán. Ez biztosan saját erőnkből nem lehetséges, de Isten segít ezen vágyunk beteljesülésében. Az életszentség elérése tehát nem emberi csúcs teljesítmény, hanem Isten műve bennünk, ha engedjük. Ezért törekszünk hangsúlyozni, hogy a szentek iránti tisztelet nem is annyira az embernek, mint inkább Istennek, a kegyelem ajándékozójának szól. Kedves testvérek, a II. Vatikáni zsinat egyházról szóló dokumentuma a Lumen Gentium szerint az egyházban mindenki meghívást kapott az életszentségre. Ez a cél azonban csak úgy érhető el, ha nem elégszünk meg a középszerű keresztény élettel. A Jelenések könyvében halljuk az ítéletet a laodíciaiak fölött. A laodíciai egyház angyalának ezt írt. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy. Bár csak hideg volnál, vagy meleg, de mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból. Kedves testvérek, ez korunk egyházának is a legnagyobb gyengesége. Sokan hitehagyókká váltak, mások középszerűek lettek, s csak kevesen vannak, akik lelkesen készek a krisztusi evangélium útján haladni. Egy kortárs szerző könyvében olvastam a szentekről egy találó mondatot, amely minnyájunkat megérinthet, és bátor elhatározásra serkenthet. Azt írja, a szentek azok a testvéreink, akik nem csak a bűnt, hanem az átlag kereszténységet is felszámolták magukban. Erre kell törekednünk nekünk is. Akkor valósítjuk meg Isten velünk kapcsolatos tervét,
És ez fog számunkra örömteli életet eredményezni már itt a Földön is. Kérjük Istent, imádkozva ezért az élet formáért, úgy, ahogy a költő tette. A virágtalan, gyümölcstelen ágtól, a meddőségtől, lanyhaságtól, a naptalan és esőtelen égtől, ments meg, Uram, a szürkeségtől. Ne hagyj, Uram, megüllepednem, sem eszmében, sem kényelemben. Ne tűrj megállni az ostoba vannál, s nem vágyni többre kis máji magannál. Ha jönni talál olyan óra, hogy megzökkenne vágyam mutatója, kezem kezedben, ha kezdene hűlni, más örömén, ha nem tudnék örülni, ha elapadna könnyem a más bűnén, a minden mozgást érezni szünném, az a nap, Uram, hadd legyen a végső. Szabadíts meg a szürkeségtől. Boldog Gizella egész szívvel akart és tudott Istennek szolgálni. Mint feleség, mint anya, mint királyné, majd megözvegyülése után, mint szerzetes nő is. Nem akart csak fél szívvel szolgálni, nem akart középszerű, szürke lenni, és nem is lett az. Ezért lehetünk ma itt az ő városában, életének egykori színhelyén. Megköszönjük Istennek Boldog Gizella példáját, és az isteni szeretet csodáját, amely őt szentté formálta. Mi pedig Boldog Gizella pártfogását kérve, imádkozzunk azért, hogy Isten szeretete bennünket is lelkesítsen a teljes odaadásra az Isten és az ember szeretetben. Imádkozzunk, hogy életünkben elkerüljük a középszerűséget, és akarjunk országunk, családjaink, egész Európa békéjéért szüntelenül tenni és cselekedni. Boldog Gizella mennyei pártfogása által adja meg Isten minnyájunknak ezt az erényt, hogy minnyájan lelkesen, tüzes szívvel járjunk Krisztus útján, akkor egészen biztosan mi magunk is boldogok lehetünk, és szeretteink, barátaink, munkatársaink életét is szépé, boldoggá tehetjük. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.